Mi volt az, amit pontosan kerestél, amikor úgy döntöttél, hogy na megnézzük, milyen Budapest? Kihívást, új embereket, új környezetet. Szóval sokat nyaraltam itt, minden nyáron itt voltam, és tudtam, hogy szeretem Budapestet nagyon, és csak kíváncsi voltam arra, hogy mit tudok kihozni a városból. De nem vártam el semmit. Szóval úgy köteztem ide, hogy lesz, ami lesz, aztán fél évvel később már úgy eléggé beindultak a dolgok, és most meg nem tervezem, hogy elmenjek innen. Mindig azt mondom, hogy igazából meguntam Stockholmot. Tehát én ott nőttem fel, elég kicsi város, ott zenéltem, volt egy nagy heartbreak, és úgy éreztem, hogy muszáj mennem. És itt tényleg mindig meglepődnek azon, hogy miért jöttél onnan ide. Tehát az everything is relevant, you know, like... For me, I needed the opposite, pont az ellentétét akartam, mint ami Stockholmban van, és azt itt megkaptam. Én úgy általában nem tervezek hosszú távra, de ameddig jó, addig maradok, és most éppen nagyon izgalmas helyen vagyunk. Hát most konkrétan egy tó közepén, és ezt sem hittem volna tegnap. Szóval itt tök jó, még mindig izgalmas itt lenni, és ameddig jól esik, addig itt leszek. Szeretek elutazni és reflektálni azon, hogy mi volt. Szóval én úgy elmentem Stockholmból, és nagyon sokat feldolgoztam itt. És soktalt írtam első 3 hónapban, amikor itt voltam, ami igazából arról szólt, ami Stockholmban volt. És aztán az ilyen zen volt azután, úgy kiírtam, és megértettem, és úgy elengedtem. És ehhez szerintem nagyon jó más helyre menni. Vagy legalábbis én tényleg itt tisztában látom a dolgokat, ha elhagyom a helyet, ahol történtek. Mindig egyedül írok, szóval bezárkozok a hálószobámba, és akkor írok, amikor érzem, hogy valamit tényleg ki kell fejeznem. Szóval én nem szeretek agyalni dalokon, hanem ha van egy érzés bennem, akkor gyorsan leírom, vagy elénekelem, felveszem. Általában YouTube-ra mindig kirakom ezeket a dalokat, aztán ami úgy pár héttel később is tetszik nekem, meg a zenekarnak, azokat úgy feldolgozzuk, mármint összerakjuk rendesen. Szóval ezek a dalok, amik YouTube-on vannak, az általában én, meg egy MIDI keyboard, meg egy szál gitár, amit egyedül felvettem, aztán amit a zenekarral csinálunk, az úgy érzem, hogy az a igazi. Azért szeretem ezt a zenekart, mert tényleg úgy rakjuk össze a dalokat, hogy úgy szólnak, ahogy a fejembe. Milyen érzés volt a Műpában játszani? Jó volt. Hát 3 hónapig rémálmaim voltak. Szóval nagyon jó volt, amikor megjött a nap, és rájöttem, hogy csak zenélnem kell, és élvezni, és nem kell aggódnom, mert már mindenki ott van, minden dal megvan, közönség megvan. Jó érzés volt, amikor tényleg csak azt kellett csinálnom, amit szeretek. És tök jó. Cena is ott volt velünk Műpában, és énekeltünk 2 dalt együtt. És azóta úgy hiányzik a Cena hangja nekem a dalokba. Szóval nagyon szeretném felvenni azokat vele. Ezt ő még nem tudja, de szerintem benne van, mert ő is élvezte. Szóval igen, sok terv van. Most a nyaron csak lazítok, aztán majd ősszel elindítok mindent. Sziasztok! Én vagyok Antonia Vaj, itt a Bánki tó közepén, és a Keret blogot nézitek.